A taps azoknak a 8. osztályosoknak szól, akik 3 nap leforgása alatt olyan pályázati munkát nyújtottak be, amely alapján Bonyhádon felavathatták ezt az okos bútort. A tanulók összefogásának eredményeként több ezer beérkezett igény közül kerülhetett a Széchenyi iskolába a gyerekek kedvenc új udvari felszerelése. Innovatív gondolkodású intézményként egyből le is csaptunk a lehetőségre. Megkerestük a Diák Önkormányzat vezetőjét, Fábiánné Csiszér Elvérát, aki egy egész csapatot toborzott, és óriási lelkesedés volt. Azt lehet mondani, hogy egy gyerek nevén futott igazából a pályázat, Fritzem Zolán, 8. osztályos tanuló, de valójában nagyon sok segítője volt a diákok és a pedagógusok részéről is, ezt ezúton is szeretném megköszönni, és a pályázat során egy online kérdősort kellett kitölteni, és a hibátlan megoldást beküldők közül a leggyorsabbakat díjazták, és mi itt 2. helyen végeztünk, és bekerültünk az ország legjobb 10 iskolája közé. Fontos tudni, hogy 397 intézmény pályázott, közel 2200 tanulóval, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy bravúr és egyben lehetőség, hogy ezt a pályázatot megnyertük. 2020-ban azt gondolom, hogy másképp nem is lehet gondolkodni, fenntarthatósági témanapokat tartunk, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan része a nevelés-oktatási folyamatunknak, amely élő egyenesben megmutathatja a diákoknak, hogy hogyan lehet például a napenergiát felhasználni. Olyan 10:30 környékén állította föl a kivitelező cég az okosbútort, és 2 perc múlva már 100-an voltak rajta, és mindenki körbe rajongta. Fried Számzalán, a tanuló, akinek a nevén részt vettek a játékban, azt mondja, az érdem természetesen nem csak az övé, hiszen osztálytársai és évfolyamtársai nélkül nem sikerült volna a győzelem, és úgy véli, mindenképp hasznos lesz a bútor a diákok számára. 8. diákjaink vállalták, hogy hétvégén ismereteiket bővítik, és felkészülnek a versenyre. Az összeverődött csapatokban voltak gyorsan gépelők, az okostelefonját ügyesen használó és szörföző diákok, biztos emlékezetekkel rendelkező és persze jó kapcsolatokat ápoló emberkék. Fábiánné Csiszér Elvira szerint az összefogás volt a siker kulcsa, és a gyerekek a nyereményt biztosan nagy becsben fogják tartani. A 10 méter hosszú bútoron egy szolárpanel helyezkedik el erős napelemmel. Az utóbbiból nyert áramot egy beépített akkumulátor tárolja, mindezt a 2 darab USB bemeneten keresztül telefon tablet töltésére tudják majd használni a diákok. Az, hogy fizika órán, természetismeret órán, kémia órán tanulnak erről, az már segítség volt, de nagyon sok új információ jutott el hozzánk a pályázat során, és úgy gondoltam, hogy már megéri, és a gyerekek is érezték, hogy ezt a sok információról jó tudni. Amikor a pályázatról hallottam, a tervünk az volt rögtön, hogy fogjunk össze mi 8-osok, a 8. évfolyam. Kikerestük a linket, ahol a feladatoknak lehetett utána olvasni. A gyerekek kaptak rá 3 napot, vagyis 1 hétvégét, és lelkesen arra áldozták az idejüket, hogy utána néztek a megoldásoknak, az információknak. Persze, volt olyan, aki vitte a prímet, de olyan lelkesedéssel állt oda a sok-sok 8-os, hogy dicséret mindenkinek. Azt tudnotok kell, hogy először én a gyerekeknek azt mondtam, hogy nagy a valószínűsége, hogy ők ezt a bútort még nem tudják használni. Ugyanis nem számítottam erre, hogy ilyen hamar megérkezik. Én hiszek abban, hogyha a gyerekeknek elmondjuk azt, hogy mire használhatják, ha megismerik, megtapasztalják, kipróbálják, akkor együtt vigyázni fogunk rá. Az iskolában a szülők együttműködésének eredményeként a következőkben a legkisebbeknek újítják fel az udvari játékokat.